Köszöntöm a nézőnket, a 10. fordulóban járnak a megyei labdarúgó-bajnokság első osztályában a csapatok, és a mai választás alapján a Veszprém-Devecser mérkőzést láthatják, amely pillanatokon belül elkezdődik. Nem véletlenül esett erre az összecsapásra a közvetítésünk, hiszen a Veszprém a listavezető, mindössze egy pontot, vagyis hát két pontot veszített eddig a hazai csapat a Várpalotával játszott döntetlen miatt. És hát itt az 5. helyezett Devecseri gárda, amely esélyes lehet a dobogóra, egy mérkőzéssel kevesebbet játszott. A jelen állás szerint, amíg hátralévő fordulók eredményeit nem ismerve, tehát első a Veszprém, második az Urkut, harmadik a Almádi, aztán negyedik az Öskü, és itt az 5. helyezett játszik majd most a lista vezetővel. Tehát elviekben egy izgalmas összecsapás látható majd, amelyet Ákos Dávid vezet majd, és asszisztensei Gyűrűsi Péter és Nedvesi Rihárd. Ami a Veszprém összeállítását illeti, egyetlen egy érdekesség van benne, az eddigiekhez képest, hogy Bognár Péter nem játszik, nem azért, mert sérült vagy eltiltották volna, hanem azért, mert hétfőn futszálmérkőzés lesz, a veszprémiek futszál együttesében is szerepel Bognár Péter, és a megállapodás értelmében akkor, ha vasárnap van hazai mérkőzése a nagypályás csapatnak, akkor nem játszhat, mert a futszál mérkőzésre kell összpontosítani. Tehát ez egyetlen egy komoly változás. A másik érdekesség, hogy Cserna Róbert, a devecseriek edzője, saját magát is a csapatba jelölte, tehát ő is pályán van, méghozzá, hogy látom, utolsó emberként a védelemben szerepelő. Akik talán régen óta figyelik a futballt, azok tudják, hogy Cserna Róbert, Cserna Sándor a fia, aki egykor az Alpa-Hongoronban kápráztatta el a futballszurkolókat, nagyon sok gólt szerzett az összefejmezben, és itt van az első veszprémi helyzet, egy leborított labda, és Burcsik lövésével léptek bele a vendégvédők. Azt még nem mondtam, hogy Pálfi játszik Bognár Péter helyén a védelemben, most kapja ő a labdát. Simon, Burcsik. Nagyon jól összerakott csapatról van szó a veszprémieknél, hiszen hetek óta szinte változatlan formában küldi pályára együttesét a Rugovics, Mendel, Kozma, Csaba páros, és már is itt egy újabb lehetőség, ott a lövés. Szerűség, inkább mondjuk azt, hogy lövés szerűség, mert ez nem volt jó lövés igazából. És itt egy támadás. Szakonyi Stefán próbált meg meglépni, de nem sikerült. Meitzinger. Burcsik. Tálos Dávid próbálta meg fejjel középre játszani a labdát, de kicsit magas volt, és ezért csak elcsúsztatni tudott. Csepregi András készül a kirúgáshoz. Jó hosszan, de ez Burcsiké lehetett volna, aztán mégsem ő. Ezt a bajtalanság le is húzta a játékvezető. Devecseri szabadrugással folytatódhat a játék. Na, majd megegyeznek a játékosok, meg a játékvezető.
onnan kell elvégezni. Hosszáll előre a labda, a tálos leveszi szépen, és már passzolja is tovább. Burcsiknak burcsiklódulhat meg. Még mindig nála a labda, a tálos indul meg a jobb oldalon, bal külsővel passzolták elé. Tálos íveli középre, de ez a kapusé bizony. Csepregi András jó érzékkel és jobb temmel lépett ki a kapujából. Jó a passz is. De aztán már is elvesztették a vendégek a labdát, mint ahogy a szokás a Veszprém ellen. Nagyon keveset birtokolják a vendég csapatjátékosai a játékszert, akár itt a megyeszékhelyen, akár a vidéki pályákon. Mindig a Veszprém játszik fölényben, a labdatartás szempontjából mindenképpen. Szinte mérhetetlen néha az ellenfél ilyen jellegű mozgása, támadásban, védekezésben egyaránt. Tálos. Burcsik. Jó a csel Burcsik, már a 16-oson belül. Burcsik lövi rá, de ez egy nagyon gyengén sikerült lövés. Lecsúszott a bal lábáról a labda. Cserna. Csapatkapitány, Zsanyai Rihárd. Jó előreívelés, de a kapus Csepregi András kedvezőbb helyzetben volt. Márkin volt a labda, dobhat a Veszprém. Simon. Meitzingernek passzolja a labdát, ő azonban elvétette. A Veszprémje ki a labda. Király csúszott bele a labdába, ezt nem érte el senki. Viszont most már a Devecserieké. Érdekes színű mezben játszanak a vendégek. Kicsit olyan Barbie babás. Domján. Felé száll a labda, át is veszi nagyon szépen, Tálos még mindig cselesz, két ember közé viszi be, 11-es rekna már Tálos, a játékvezető pedig mutatja, hogy sarokrugás következik. Középre a labda, és kifejelik a Devecseriek. Megállítja a játékot Ákos Dávid. Itt a fülünk van Cserna Róbert. Egyébként Zahán sincs a Veszprémiek csapatában, sőt, ahogy látom, nevezve sem. Az ő helyén Lübke Manfred játszik a bal oldalon. Zahán is egyébként állandó csapattag. Pálfi. Simon.
labdáznak egyelőre a vendégek. A kapitánynál a labda, Sonyai Rihárnál, hátra Csernának. Jó a keretbe passz. De sokat nem mentek előre a vendégek eddig. Szelesi Péter cselezgetett, aztán ő is hátrafele passzol csak. És indulhat az ellenakció. Csordás. Passzol, de még mentik ott a vonalnál a veszprémiek, akik visszarántanak. Az nem más, mint Horváth Valenti. Újra el kell végezni. És gól! Óriási gólfő a hazaiaknál, Meitzinger Bence az első félidő 10. percében Meitzinger góljával megszerzi a vezetést a Veszprém a Debrecenben. Érezni lehetett, hogy ha kaput talál a labda, akkor abból csak gól lehet, mert nagyon jól elkapta át a labdának Meitzinger, és nagyon tudni sem tudott rá Csepregi András, hogy a sosadóba vágódott a labda. Tálos. Még Tálos. Szabadugás. Hát nem kellett sokáig várni az első hazai találatra. Egy gyönyörű szép lövéssel Meitzinger Bence szépen kilőtte a jobb alsó sarkot. Horváth Valentin, a pontrugó specialista a veszprémieknél, szinte minden ilyet ő végez el. Most is ő csavarta középre a labdát. És megvan az utolsó pillanatban. Csepregi András elkapta, veszélyes szituáció volt ez is. Egy óriási kirúgás. Tomján vette le Tálosnak, ő pedig hazafelé rúgja a labdát Huber Máténak. Pálfi. Simon. Bocsi pörgeti a bal oldalra. Devecseri bedobás. Zsolttal szemben szabálytalankodtak most a hazaiak. Bal oldalon van induló ember, Tisonyai Rihárd felé, de pontatlan volt Tálos. Tomján, Pálfi a labda útja. Simon. Szabó Patrik felé indult volna ez a labda, de nem ért oda a címzethez. Nem jut ennyi.
40 méteren belőle a debreceni akció, sohasem, eddig legalábbis még nem történt meg. Meitzinger az első gól szerzője, mert hogy több még nem is volt eddig. Álfi. Horváth. Meitzinger. Csordásnak ez rossz labda volt. Pálfi. Csordás ki a szélre, Lübke van. Ez szabálytalanság volt. És már ott is van Horváth Valentin, nem is kellett sokat menni ezért, hogy elvégezhesse ezt a pontrugást. De most pici beletette Burcsiknak, Burcsik középre, lövőhelyzet, és levágódik a védőkről. Jöhet Tálos is. Meitzinger teszi le. És építheti tovább a támadását a Veszprém. Horváth. Egy nagy keresztlabda a jobb oldalra Tálosnak, aki visszateszi. Meitzingernek ez nem volt pontos. Domján. Simon. Burcsik. Lábról lábra passzolgatnak a hazaiak. Meitzinger, nagy labda a bal oldalra, Lübke van nyújti be, Lübke van cselezget, aztán elveszti. Simon. Nem tudod fejelni, Tálos. Burcsik. Meitzinger. Kerülés, Lütke van kapta Horváttól, de nem tudja visszaadni Horvátnak a labdát, Lütke van. Szabadrugás. Horváth Tamással szemben szabálytalankodott Horváth, feltartotta az indulni készülő. És már el is vesztették a vendégek a labdát. Veszprémi bedobás. Horváth Valentin. Orbán Tamás. Simon. Meitzinger. Burcsik. Sokat cselezett ezúttal Burcsik. Azért le kellett volna fújni. Cserna. Majdnem elrontott a Cserna. Igazán van most a debreceni játékosoknak, mert szabálytalankodtak. Hát a szemben a Veszprémiek viszont ketten is ott termettek. Burcsik, Tálos, Domján, Simon. Térfelének közepén jár Simon. Burcsik. Egy kényszerítőt akart megoldani Csordással, de nem tudta visszakapni Csordástól, mert megelőzték. Szabó szépen veszi le mellel, befele cselez. Tálas. Meitzinger. Meitzinger cselezget, és megint nem jön be a kényszerítő. Ezt most lefújta Ákos Dávid. Orbán Andrással szemben szabálytalankodtak a hazaiak. Pálfi fejeli le a labdát. Burcsik. Egy
Ratzinger. Nem rossz megoldás. Kisanyai kísérhette ki a labdát. Az első félidő 18. percében járunk, Metzinger 10. percben szerzett góljával, 1-0 vezet a Veszprém a Devecser ellen. Devecseri bedobással folytatódik a játék. Szabó Patrik indul a jobb oldalon. Kétszer egymás után rúgták meg Burcsikot. Sárgalapos figyelmeztetés kap Szélesi Péter. Persze, ha előbb passzolt volna Burcsik, akkor lehet, hogy most gólhelyzet van a devecseri kapu előtt. Sok labda cipelésnek azért megvan a hátránya. Metzinger. Simon. Felszabadító fejes, Pulcsi gyűjti be. Simon. Metzinger. Lübkeman kapott átadást, aki szépen le is tudja venni. Lübkeman. Burcsik. Simon. Tálos várja ki a jobb oldalon a labdát, de most már figyelnek azért rá. Tálos. Metzinger. Aztán egy szenzációs labdát a Lübkemannak, aki meg véd, az Csepregi András. Lübkeman 100%-os gólhelyzetben volt, kellett Csepregi András bravúrja, és szöglet következik a Veszprém javára. Metzinger parádés labdát nyesett oda a bal oldalra, amivel azonnal gólhelyzetet teremtett játékos társának. Horváth Valentin ívelheti be a labdát. Most száll arra a labda, Pálfi akart fejelni, de megelőzték. Simont megleszerelték. Tálos megelőző szerelését láthattuk most. Tisonyai bedobással. Újra Tisonyai. Simon lép bele. Hoppá, hoppá, hoppá. Csík Zsoltot rántott el most Simon Benjamin. Volt semmi, hiába reklamálnak a devecseri kispadról. Lübkeman. És egy nagy labda Szabó Patrik felé, de a másik 9-es megelőzte őt, Takács Attila. És Bucsikot is leszerelik most a vendégek. Az jó indítás bizony, csak nagyon kell futni, jön a kapus is. És Huber Máté volt a gyorsabb, és kirúgta a labdát a devecseri játékos elől.
Szakonyi Stefán próbált meg előnyt kovácsolni abból, hogy jön a kapus, de nem sikerült neki. Tisonyai. Az jó lövés lehetett labda, de nagyon rossz kísérlet, ott még be lehet futni, de már nem éri el Orbán András. Pálfi emeli fel a magasba, Lübkemannak. Lübkemann indul meg. Horvát. Simon volt határozott most ennél az akciónál. Domján. Burcsik egészen mélyről indul most. Meitzinger. Horváth Valentin cselez. Bocsik. Bocsik. Lassan lövő helyzet, még mindig Bocsik. Rálövi, de ez gyenge volt. És helyezetlen labda Csepregi Andrásnak ezzel okozott gondot. A Veszprémiek végezhetnek el bedobást. Burcsik. Labda szerzés. Érdekes gondolat volt ez, hogy olyan jó 80 méterről, de 70-ről biztosan akarta kapura rúgni Szélesi Péter a labdát, mert kinyált Huber. A gondolat az mindenképpen dicsérhető, a felfedezés, hogy volt egy ilyen lehetőség. Az jó labda bizony. De hát mire átvette a devecseri játékos, Szakonyi, ahogy láttam, már beérték. De még itt az újabb lehetőség és a lövés. Fölé. Szélesi Péter, de legalább volt a Degecsernek egy értékelhető ellentámadása, amire 25 percet kellett várni az első fél időben, amikor is 1-0-ra vezet Meitzinger góljával a lista vezető. Egy átlövésből talált a kapuba, a devecseri kapuba Meitzinger. Burcsik. Szabó, Szabó Patrik, Burcsik, ez is elment keresztbe a kapu előtt. Kicsit több belsőt kellett volna beletenni, hogy csavarodjon jobban a kapu felé a labda. Pálfi fejel, Lübkemann teszi tovább, Simon. Tálos. Csordás szerelik. Szépen hozzák ki egyelőre a vendégek. Bedobással folytatódik a játék. Cserna Robertnek fáj a combja, ebből lehet, hogy csere lesz. Sánt itt középen utolsó emberként. Bizony-bizony ott nem stimmel valami Csernánál. Combizma azt tapogatja Cserna. Horváth a letett labda mögött, ő végzi el az újabb veszprémi szabadrugást. Simon nem tud fejelni, és azt hiszem Csernának ez lesz az utolsó mozdulata.
mert most már nagyon fáj neki ezzel az ütközéssel. Nem tudom, hogy ugyanaz a lába, vagy valami más, de ott mindenképpen valaminek történnie kell, mert nem hiszem, hogy tudja folytatni a játékot. Már az előbb is látszott, hogy sántított és nehezen tud mozogni, de ezzel a Simonnal történt koccanással úgy gondolom, hogy csere következik a vendégeknél. Már vetkőzik is Illés Norbert a kispadnál. A játékos edző pedig lesántít az alapvonalon túlra. Át kell szervezni a csapatát az edzőnek. Egyelőre egyel kevesebben a vendégek a pályán. Csík. Domján, Tálos megy a jobb oldalon, kapja is az indítás, de hosszúnak tűnik. És itt a csere. Cserna Róbert tehát pályán kívül, és Illés Norbert pedig a helyén. Mindez a 30. perc eseménye az első félidőben 1-0-ás veszprémi vezetésnél. Tálos kedvezőbb helyzetben volt, de rendesen meggyötörte Szélesi Péter. Simon. Van Horváth. Horváth, Domján. Bucsik. Simon. Domján újra. Singer, Pálfi, egy felpassz, Horváth, bekerítették most Horváthot, Meitzinger, Burcsik, Tálos, Simon kapja. Sernyőcsel, sokra nem ment vele a devecseri játékos Tisonyai, de aztán megmentették a helyzetet a többiek. Csepregi András. Egy egészséges kirúgás, amit Simon vesz le a levegőből. Pálfi. Domján. Rossz passz Szabó Patriknak, de ő nagyon határozottan elveszi a labdát a devecseri játékostól. Meitzinger cselezget. Szép megoldás volt Tisonyaitól, mellen levett labda és a felszabadító rugás. Burcsik, Szabó Patrik. Burcsik elveszti a labdát, de aztán visszaszerzi.
Takács Attila pepecselt sokat a labdával. Simon, rendesen mozgatják ám a veszprémiek a devecserieket. Megy a tolódás jobbról balra, balról jobbra a vendégeknél. Ez rengeteg energiát felemészt. Szabadrugás következik. Szabó Patrik, ez jó csel volt. A passz azonban rossz. Demecseri kirúgás. Szóval ez a sok passzos veszprémi játék, ez az ellenfelet egyszerűen kikészíti, főleg akkor és úgy, hogyha ugye nem edzenek annyit az ellenfelek, mint egyébként a Veszprém, ami persze nem baj, hiszen mindenki annyit edz, amennyit akar, vagy amennyit tud. Ezt nem lehet felróni a veszprémiek kárára, de hogyha valaki keveset edz, akkor nem tud sokat futni. Ez mondjuk egyenes következménye annak, hogy így beszorul, mint ahogy a devecseriek is. Persze nem csak ők, hanem szinte mindenki, aki a Veszprém ellen játszik, akár itt a megyeszékhelyen, vagy a vidéken. Hát a Várpalota tudta egyedül úgy megúszni, hogy pontot is vitt el innen a Jutasi-úti műfüves pályáról. A többieknek nem nagyon sikerül ezt a játékstílust megoldani, megfejteni, hogy mi az ellenszere. Hát a sok futás, a sok mozgás az mindenképpen. Ameddig bírják a riválisok, egyébként addig nagyon darakosan helytállnak, küzdenek, mindent megtesznek, ahogy a devecseriek is most, de aztán elfogy a levegő, meg az erő. Most például nagyon szépen hozzák ki a labdát, nagyon stílusosan. Szélesi próbált megindítani, de pontatlan volt a labda. Újra Szélesi. Ez egy remek meglátás. Itt a gólhelyzet, és kimarad az egyetlen nagyon nagy gólhelyzet. Fantasztikus volt Szélesi labdája egyébként, hogy oda csavarta, Simon nagyot hibázott, de kimaradt ez a helyzet. Csík Zsolt emelte a kapu felé a labdát, abszolút gólhelyzet volt. Az első félidő 35. percében történt mindez. Nem tudom, lesz-e még ilyen helyzete a devecsernek, de ez mindenképpen az volt. Bedobással. Nagyon kellemes idő van, remek labdarúgó idő, se hideg, se meleg, szél sincs, néha-néha kikandikál a nap is. Bocsik. Burcsik, már az alafonalnál jár Burcsik, Tálos, és egy jó megelőző szerelés újra. Szépen kigurigázzák most a veszprémieket, de itt a pressing újabb része, Burcsik. Meitzinger a gólszerző. Horváth Valentin, Lübkemann. Horváth, most már ez a szabálytalan. Csendesen szemlélődnek a szurkolók, vannak azért jó néhányan. Azért ne feledjük, hogy mégiscsak a megyei első osztályról beszélünk, totális amatőr futballról. Bár kevesen hiszik, de vannak nagyon szép dolgok a megyei első osztályban is, most, hogy járjuk újra a megyét, és felfedezzük magunknak. Az MLS megyei igazgatóságának jó voltából, hogy létrejött ez a projekt. B
bizony-bizony vannak szép gólok, gyönyörű találatok, remek megoldások, Burcsik. Ez hosszú volt Szabónak. Szabálytalanság. Nem nagyon akarják elhinni egyébként a haverok, amikor elmondok egy-két esetet, egy-két volt, hogy milyen volt. Egyszerűen kételkednek benne, hogy van ilyen. Pedig van. Minden pályán történhet olyan esemény, amit hogyha mondjuk egy világhírű csapat játékosa csinál, azt ugye éjjel-nappal mutogatják a különböző televíziós csatornák. Nos, a megyei első osztályban is vannak ilyen megmozdulások. Vannak bombagólok, vannak cseles találatok, szóval sok mindent lehet látni. Horváth. Jobb oldalon lopakodik Tálos, de nem veszik észre. Urcsik. Meitzinger. Még mindig viszi Meitzinger. Sokkal jobban járt volna, ha lepasszolja Tálosnak a labdát. De hát cipelte Meitzinger, most meg szabad rugás van. De nem tudom, hogy miért innen, amikor sokkal előrébb történt. Vagy egyszerűen a sok közül nem tudta eldönteni most a játékvezető, hogy melyiket fújja le. De előbb kellett volna akkor fújni. Burcsik a letett labda mögött. 5 perccel az első fél idő vége előtt 1-0-ás hazai vezetésnél. Meitzinger a 10. percben egy átlövésből szerzett gólt a hazaiaknak. Burcsik jól nyesi a labdát, de hát egyszerűen két kézzel megfogja Csepregi András, ami azt jelzi, hogy nem volt benne erő, és ráadásul középre érkezett a szabadrugás. Hát egy kicsit kellett volna csak tovább bökni a bal oldalra, ez lesnek tűnt, be is húzza az asszisztens. Tisonyai cselezgetett, majdnem elvesztette a labdát. Meitzinger. Hát ez aztán kinek. Devecseri bedobás. Szabadrugás jelez az asszisztens. Ákos Dávid pedig megfogadja a jelzést. Kicsit kiszabadul a szorításból most a Devecser. De bátran feljönnek. Hátul a szokásos kettős őrizet csordáson, ami most már csak egy, ez veszélyes is lehet akár. Most jön középre, jól a labda, de Simon tudott fejelni. Ez pedig szabálytalanság volt. Domján, jó csel befele, megint Pálfi Tálosnak. Szabó Patrik, Simon. Az jó labda, nem volt les, Horváth. Horváth cselez befele, és a lövés mellé. Nagyjából 3 perc van hátra. Az első fél időből Meitzinger 10. percben lőtt góljával, egy nyíl vezet, a lista vezető az 5. Devecser ellen. Egy az egy bátra!
Az Urkut ma otthon fogadja a Dudariakat, ahol egy héttel ezelőtt maga biztosan nyert a Veszprém 3-0-ra. Úgyhogy nagy valószínűséggel az Urkut továbbra is tapadni tud a Veszprémre, egy pont a különbség csupán. Urkuton nyerni tudta a rangadóját a Veszprém. Az az egy veresége van az Urkutiaknak, és ugye a Veszprém is elvesztett 2 pontot a Palota elleni döntetlennel. Ez jelenti most a 2 csapat közötti különbséget a tabella elején. Nincs lövő helyzet egyelőre a Devecseriek előtt. Domján rúgja ki a labdát. Horváth lódul meg, Horváth Valentin középre játssza a labdát, Szabó Patrik, és 2-0. Ezzel a nagy kontra góllal, bár a Devecseriek szerintem szabálytalanságot láttak, ezért reklamáltak a fejelésnél, de a játékvezető úgy döntött, hogy elengedi ezt a veszprémi akciót. Horváth Valentin vitte végig a bal oldalon, és hát ajtóablak helyzetet teremtett, és ezzel Szabó Patrik szerintem beállítja a félidei eredményt, bár neki a várjuk el, mert még van hátra idő, de a lényeg, hogy 2-0 Szabó Patrik góljával a Veszprém javára a Devecser ellen. Már nagyon a játékvezető az óráját egyébként, de hát nagy valószínűséggel Cserna sérülése miatt lehet egy kicsit hosszabbítani. Egyébként így jár az a Veszprém ellen, aki felmegy, tehát egy szabadrugásnál, egy szögletnél, és ebben a pillanatban lefújja Ákos Dávid az első félidőt, 2-0-ra vezet a Veszprém a Devecser elleni összecsapáson, tehát így jár az a csapat, amelyik bátorkodik előre menni, lekontrázzák egy pillanat alatt, mi pedig rövid idő után folytatjuk a második félidővel. Mindössze 1 gólt kaptak átlövésből, és nagyon jól rombolták a hazai támadásokat. Természetesen a Veszprém óriási fölényben volt, de 1-0-ás Veszprém vezetésnél Csík Zsolt hagyott ki egy óriási lehetőséget, amikor a kapu fölé emelte a labdát. És hát a szurkolók sem mondták azt egyértelműen, hogy szabályos volt a veszprémiek második gólja, sokuk szerint szabálytalanság előzte meg, amikor Horváth Valentin robogott a kapu felé, és utána Zitzerbe hozta 100%-os gólhelyzetbe Szabó Patrikot, aki nem hibázott. A fejelés környékén szabálytalanságot véltek felfedezni, főleg a Devecseriek, de hát ezen már változtatni nem lehet, úgyhogy a gól az gól, 2-0, és akkor innen lehet folytatni. Ákos Dávid játékvezető körbenéz, körbe tekint a pályán, mindenki a helyén, és ebben a pillanatban kezdődhet a második félidő. Pálfi fejeli el a labdát, aki Bognár Péter helyén játszik a mai mérkőzésen. És a megszokott Veszprém 11-ből Zahán is hiányzik, aki bal oldalon szokta veszélyeztetni az ellenfelet kapuját. Huber Máté kirúgása. Horváth Valentin veszi át a labdát, és passzol Simonnak. Mejcikkel pörgeti hátra Domjánnak, és ő már is tálos dobni támadásban. Jön a beadás, és Cseplegi rúgás magához öleli a labdát. Nagyon szép csel, szépesi, vagy bocsánat, szélesi.
sokat mozgott az első fél időben. Próbálta veszélyeztetni a Veszprémiek kapuját. És még viszonylag sokat is futott. Simon. Horváth. Érdekes kocogó stílusban futballozik egyébként Horváth Valentin, de amikor futni kell, akkor be tudja gyújtani a rakétákat rendesen. Úgy volt ez a második gól előtt is. Gyorsan tud ritmust váltani, és ezzel elég gyakran becsapja az ellenfeleket. Burcsik ki a jobb oldalra. Visszakapja Tálostól, Burcsik, a lövés és a fölé, és a mellé, a kettő együtt. Lübkemann lép oda. Szabadulás, Lübkemann szabálytalan. Ő általában cserekre szokott pályára lépni a veszprémi színekben. Most Zahán helyén szerepel, próbálja megoldani a posztját. Horváth Valentin. Les volt, ezt jelzi az asszisztens. Ákos Dávid pedig elhiszi és lefújja a veszprémek akcióját. Hauser Roland játszik 19-essel a vendégeknél, ő csereként állt be a második fél időre. És már volt egy kényszerű cseréje is a vendégeknek. Cserna Robert sérülés miatt hagyta el a játékteret, és Illés Norbert állt a helyére. Orbán Tamás. Orbán András. Szabadulás. Hauser Tiborral szabálytalankodtak az olyak, aki szintén csereként került pályára a második fél időben. És a szabadrugás, Illés Mihály, kifejelik a veszprémiek. Csordás ki bal oldalra, Horváth Valentin egyből Burcsiknak, egy gyors kontra megint. Burcsik, már a 16-oson belül Burcsik, és nem tudja beadni, jó volt a közbelépés. Takács Attila akadályozta meg a beadást, Horváth Valentin, rossz volt a bedobás. Gyuri, Gyuri! Menj ki jobbra! Gyere, patya, patya! Felé! Jó, egy jöhet! Nem vagy a vége, Dome! Páci Robert szervezi a Veszprémiek védekezését. Hátrább, hátrább! Óriási rutin van mögötte. Meg jó néhány egyes mérkőzés még a régmúltból. Rendeződj! Gyere, rendeződj! Nagy Kanizsán volt biztos pont annak idején az élvonalban. Szép komotosan végzik el a devecseriek ezt a szabadrugást, már lassan egy perce húzódik az ügy, hogy belerúgjon a labdába a vendégek játékosa. Bárfi fejeli le ellenfelét, Hauser Tibort. Elbedobást. Sőt, szabadrugást. Hú, ez nagyon rossz.
elvégzett szabadrugás volt Bocsikkal szemben, pedig egy fault. A legorított labda pedig Zitzerben találja. Na, mi lesz a vége? Szabadrugás. Végeztek el a Veszprémiek, Burcsikkal szemben szabálytalankodtak. És akkor sérülhetett meg, aki szabálytalankodott Burcsikkal. Minden esetre Csornás kiadott egy nagy helyzetet ott az előbb. De úgy látszik, hogy most már minden semmi is, mert ápolásra szorul a vendégek játékosa. Illés Norbert az, aki a földön van. Ő állt be Csendi Robert helyére, közben a két edző ott a felezőnél beszélgetnek egyet. Ákos Dávid ment oda szétszedni őket, nem volt semmi baráj egyébként, mert nem veszekedett a két edző, hanem megvitattak egy helyzetet. És játékvezetői labdával folytatódik a mérkőzés. Amit ott is hagynak a Veszprémiek, mert nem tudt értelme oda menni. Horváth jobban passzolja tovább Csordásnak, aki a nagy helyzetet kihagyta. Mert ha berúgja, akkor gólám. Lüpke van. Hátra Pálfinak. Simon. Domján. Páfi. Meitzinger. Horváth. Jó meglátás, tálos be is futja. Szöglet. A devecseri játékosról pattant ki a labda. A második félidő 10. percében járunk, 2-0-ra vezet a Veszprém. Meitzinger és Szabó Patrik góljával. Szabó újra eredményes volt, most már a sorozatban rúgdossa a gólokat, minden mérkőzésen betalál. Legalábbis az utolsó 3 találkozón, amire visszaemlékszem, így volt. Újabb csere a devecserieknél. Lehet, hogy le kell cserélni a becserélt játékos, nem látom egyelőre. Nem, Csík Zsolt hagyja el a játékteret, és Csicsics Richard érkezik a helyére ebben a pillanatban. Ahogy látom, szinte minden cseréjét kimerítette már Cserna Róbert edző. Cserna egyébként futballozott itt Veszprémben is, nem sokáig, de játszott a veszprémi csapatban. Meitzinger lenne a sarokban, két embert is befűzött, de aztán leszerelték. Horváth Valentin is cselezget. És egy bedobást tudott kiharcolni Horváth Valentin. Meitzinger köti a cipőfűzőjét, azért áll a játék. Szabó Patrik adja át a beadás lehető, bedobás lehetőségét Tálosnak. Burcsik. Pálfi. Lüpke van. Csordás húzná le a rövid sarok felé a labdát, de gyenge volt és pontatlan is. Csepregi András kirúgása következik. Húztatott fejes. Pálfi. Horváth.
Na, de vecsek az bedobás. Nagy indítás, nagy labda, Szabó Patrik, jön a kapus lábbal, de rontott, visszakorított labda, és egy nagyon szép megoldás. És már az ellenfél kapujánál a devecseriek, de nincs ott senki. Hát ebben sokkal több volt azért. Hauser Tibornak nem kellett volna így ilyen gyorsan keresztbe elrúgni a labdát. Várhatott volna még vele. Hát senki nem tudta követni az akciót, Hauser. Ez jó labda a bal oldalra. De már nagyon sokan vannak ott Szélesi Péter környékén. Simon, ő hozhatja ki most a labdát a bolyból, egy indítás bal oldalra. Jó helyezkedés, és egy jó kilépés a védelemből. Aztán egy elpasszott labda után már Burcsik térülhet, fordulhat. Nem lett volna les. Nehogy! Nem szabad rúgás. Orbán András szabálytalankodott Lipke Mannal szemben. Egészen egyszerűen lerántotta Lipke Mannt Orbán. Burcsik. Burak, burak! Vissza is jó! Ott a Simi! Táló, táló! Jó labda Tálosnak a jobb oldalra. Cselbe felé, Simon kapja a labdát, Simon, még mindig Simon, ott a helyzet, és az emelés Simon góljával 3-0-ra módosul az állás. Egy nagyon gyors, korszerű támadás végén, szerencséje is volt Simonnak, mert visszapattant elé a labda, de maga az elgondolás az mindenképpen jó volt, technikailag is jól kivitelezett. 3-0 ez a második félidő 15. percének esemény. Csere következik a Veszprémieknél. Lipke Mann ment le, és majd mindjárt kiderül, hogy ki érkezett a helyére. Lipke Mann nem játszott egyébként rosszul, olyan nagyon kiemelkedően sem, szerintem megoldotta azt a feladatát, amit rábíztak. Márkus Márk érkezett a helyére, és már is ő avatkozhatott játékba. Olyannyira, hogy ő kiharcolt egy bedobást is. Márkus hátra. Pálfi. Kicsit beavatták Huber Mátét is a játékba a hazaiak. Veszprémiek kapusának nem sok dolga volt. Egyszer kellett kifutni az első félidőben, keresztezni egy kiugró devecseri csatát, azt jól megoldotta. Szabó hátrafelé. Simon saját labdájáért ment, Pálfi. Burcsik próbál meg lefordulni sikerrel, Domján. Nagyon jó alkalmazza egyébként a Veszprém a mélységi passzokat. Horváth lőhet, egy nagy tekerés, és a kapus bele tudott ütni a labdába, sarokrugás következik. Egyszerűen a bal és jobb oldalon is belövik a területbe a labdát a Veszprémiek a támadásoknál, és nagyon jól indulnak ezekre a labdákra. Tálos is, Horváth is, vagy ha Zahán van a pályán, akkor ők, és ezzel nagyon-nagyon meg tudják zavarni az ellenfelet, mint például most nagyon rosszul jött ki a kapujából, a kapus Simon második gólját szerzi, Cseptegi Andrással is tette a kezét, hogy
uraim, bocsánat, ez az enyém volt, Simon bólintotta a Veszprémiek negyedik gólját a devecseri kapuba, de hát ez egyértelmű kapus hiba. Ilyet azért nem nagyon szabadna elkövetni, még a megyei első osztályban sem. Hát a nagy dolgok már eldőltek. A második félidő 20. percében járunk. A 10. fordulót győzelemmel ünnepelheti újra a Veszprém, hiszen innen már nincs visszaút a Devecsernek. A kérdés az az, hogy mire lesz még képes a hátralévő 25-30 percben a vendégcsapat. Kitámadnak-e és minden mindegy alapon játszanak egy jó meccset, és bevállalják, hogy még kapnak több gólt, vagy folytatódik a már megszokott játék. Horváth spiccel bele a labdába, de pontatlanul, és ez is pontatlan a devecseriektől. Simon, előny szabály, de ennek szerintem még böltje lesz a vége az akciónak. Egy újabb óriási kemény összecsapás. Ezek csúnya dolgok voltak mindkét oldalon. Csicsis Richard fekszik a gyepen. És még az előző miatt. Mi következik? Hát azért itt is járt volna egy sárga lap annak, aki Domjánt letelítette, vagy Simon, bocsánat. Közben sorozatos cserék a Veszprémieknél, Pálfi megy le, meg Csordás is lekocogott. És jönnek az új fiúk a Veszprémieknél. Zombik Dávid van a pályán, és Hoffer Levente is. 4-0-nál már Rugovics Vendel is sokkal bátrabban cserél. Játék lehetőséget adva másoknak is, tűzben tartva őket, mert egy edzőnek ez az egyik legfontosabb dolga, hogy azokat is szerepeltesse, akiknek kevesebb lehetőség jut, hiszen az ad motivációs esélyeket a hétközi felkészülésen, az edzéseken is. Aki nem játszik, az elkedvetlenkedik. Bócsik. Bócsik lövi rá, és most egy nagyon nagyot védett Csepregi András, aki az előbb potyázott, most egy jobb alsó sarkos lövést tornázott ki. Horváth, jó a felszabadító rugás. Metzinger, Szabó cselevett ott, és egy újabb óriási devecseri kapus bravúr, Csepregi András hatalmasat védett, Hoffer Levente lövését tette ártalmatlanná. Ezt azért illik berúgni. Nem kell nagyot belepüfölni a labdába, legfeljebb csak gurítani a sarok felé. Volt hely és lehetőség is rá. Elcsendesedett a játék egyébként, mert nincs miért izgulni most már senkinek. A csapatoknak se, a szurkolóknak sem. Akik láttak 4 gólt, abból egy potyát, és néhány szép akciót, amit a Veszprém vezetett, és egy óriási gólhelyzetet, amit a Devecseriek hagytak ki. Simon labdája nagyon jó, gólhelyzet, és Simon bevágja.
Simon egymás után három gólt, ez Mester 3-as, bárhogy is nézzük, 5-0. Egy szép támadás végén, Márkus centerezett középre, és Simon jókor érkezett, és fölvarta a bal felsőbe a labdát. A második félidő 18. percében történt mindez. Mester 3-as, minden elismerést megérdemel Simon Benjamin, aki a védősor előtt játszva gyűjti be a labdákat, és ezúttal felért háromszor is a támadások befejezéséhez. Jó teljesítmény. Na nézzük az ellenfél támadását. Elpasszolt labda. Na megvan még a vendégeknek, bal oldalon lehet most hátba támadni a Veszprémet, most már nem nagyon, mert mindenki megérkezett. Horváth, meg kéne fújni már játékvezetőnek. Sárga lapot ad a játékvezető Orbán Tamásnak, de meg kellett volna állítani a játékot, mert ott egy szabálytalanságot követően ott maradt a vendégek labdarúgója, és hát ezért illett volna megnézni, hogy mi van bele egyébként. Tehát 5-0-nál meg különösen meg lehetett volna állítani a játékot, hogy esetleg nem nyelte le a nyelvét például a devecseri játékos, mert ilyenkor azért benne van a pakliban, ha valaki elesik, hogy egy ilyen megtörténhet. Persze nem kívánnék itt a lehető legrosszabbra gondolni, na de akkor is. Marosvölgyi Tamás is a pályán, Tálos Dávid helyén. Szélesi Péter, jó volt az indítása, devecseri bedobás. Hauser Tibor kezében a labda. Kidugás. Huszonnyolc perc telt el. Második félidőből 5-0-ra vezet a Veszprém a Devecser ellen. A második félidőben idáig háromszor volt eredményes a hazai csapat, és mind a három gólt Simon Benjamin szerezte, tehát Mester 3-ast ért el Simon. Klasszikus Mester 3-ast, ahogy mondani szokták. Borcsik. Simon. Meitinger. Egy kis háromszögelés. Meitinger. Borcsik. Marosvölgyi teszi vissza a labdát Horvátnak. Nem értették meg egymást. Márkus Márkkal.
összecsapás. Egyelőre vágott labda, ami csak Domjáné lehet. Ő pedig hagyja, hogy hagyfusson érte Zombik Dávid. Pálfi helyén játszik most. Domján. Burcsik bal oldalon megy. Nagyon jó az indítás. A csel is jó. Ott a lehetőség. És Burcsik berúgja a Veszprémiek 6. gólját. Szép támadás volt ez is. Márkustól indult, aki egészen az alapvonalig cselezte magát, aztán ott pattogott a labda egy kicsit, de Burcsik eltalálta, és a bal alsó sarokba passzolta a labdát. 6-0. Több mint negyed óra van még hátra a mérkőzésből, amikor újabb cseréhez készülnek a vendégek. Ki lesz, aki lemegy? Király Lajos Zoltán távozik a pályáról, és az ő helyére érkezik. Egyelőre nem látom a messzámát, mondjuk jó lett volna felmutatni az elektromos jelzővel, mint ahogy már volt rá erre példa. Jó a csel, a passz azonban nem. Meitzinger. Hoffer passzolta tovább a labdát, és várja ő újra. Meitzinger, Simon. Egy fordítása jobb oldalra Domjánnak. Domján lódulhat meg, Domján. Hoffer. Hoffer cselezget, Meitzinger az első gólszerzője. Hoffer. Még mindig Hoffer, üres kapu, és Marosvölgyi. Hát, ez egy 100%-os ígyszer volt Marosvölgyi, ezt be kell rúgni. Marosvölgyi szerezhette volna a 7. Veszprémi gólt. Kiszolgálták rendesen, tehát csak be kellett volna passzolni. Cselek egyelőre, de elveszik a labdát a devecseri játékostól, Csicsis Rihártól. Simon indít Marosvölgyi felé, de ez pontatlan volt. Márkus passzolja tovább a labdát, Simon. Az nagyon jó, de kedvezőbb helyzetben volt a devecseri játékos, aki ennek ellenére kirúgja a labdát, és sarokrugás következik. Horváth a letett labda mögött. Ő íveli középre a szögletet, gólhelyzet, nagy nehezen megoldják a devecseriek, Meitzinger. Most jobbról jön a labda, egy újabb felszabadító rugás. Meitzinger lövi rá, de ez csúnyán fölé. A veszprémi cserejátékosok is tudnak hozzátenni valamennyit a mérkőzéshez. A devecseriek nem sokat. Horváth. Nincs
slash, de igen, jelzi az asszisztens. Nem biztos egyébként. Nagyon benne biztos, hogy ez az volt. Na, sikerült végre előre rúgni a labdát. Szélesi vette le. Szélesi elpasszolja. Urcsik. Zombik gyűjti be a labdát. Horvát. Márkus. Szép becsúszó szerelés, méghozzá úgy, hogy a Devecseri játékosok végezhetik el a bedobást. Tamás volt szabálytalan, ezért jár most a Devecseri szabadrugás. Pontosan passzolgatnak egyelőre a devecseriek. Márkus volt szabálytalan. Fordítanak egyet a játék menetén a devecseriek. Felklökték el, ezért jár most a szabadrugás a Veszprém javára. Zombik, Simon, Horvát, újra Simon. Most már ezt nem mondom, hogy nem aktiválja a támadásokat továbbra is a gólszerzés. Most már azért arra törekedni, a Földi. Nagyon rossz és szíves következhet. Horváth van rendülettel megy és végzi el a szögletfidásokat mindkét oldalról. Ott a fejes majdnem Simon a negyedik gólját megszerezte. És a negyedik gólját a labdába.
megy. Most jobbra, így van, lehet indulni, kicsit simán, van-e érkező ember, az a kérdés. Volt, de pontosan Horváth. Na most aztán lehet vissza zárni, védekezni, mert indul a pontra Horváth, Nyík Horváth, Bocsik. Horváth kapja a labdát. Egy-egy és közben már az úr túlasztott egyet. Én azt látom, hogy még legalább 4 percig tartani kell a pontot a pályán. Cser, jobb oldalon megint indult volna a Cser játékos, de ez sem volt rossz. Egyszerűen nem is értem, hogy ezért miért nem fület. Egyszerűen rázuhant a Devecseri játékos a Dönyán, nem tud tovább futni. Na ki, ez sem jó. Simon vágja rá. Simon. Neitzinger. Kus. Most völgi tovább. Cselez Márkus, Metzinger, Bucsik, nem tudom az ellenfelek mennyire jelenzik a Veszprém játékát, vagy mennyire figyelik a közvetítéseket. Hát azért ezekből nagyon sok mindent lehet tanulni és tapasztalni.
Ezt senkinek nem kellett adni. Dáfi azért nyitott szemmel figyeli ezeket a Veszprém mérkőzéseket, és szán rá egy kis időt, hogy megnézze, hogy mi a veszprémi sikerek titka, miért fognak ilyen sok volt a lista vezető játékosai. Biztosan lehetne belőle tudni, amivel aztán lehetne csökkenteni ezeket a látványokat, és egy kicsit izgalmasabbak kell tenni a Veszprém elleni összecsapásokat. Egy biztos, hogy ennek ellensúlyozására szükség van, nem is sokat futni tud. Ez az a szerint. Összebeszélt most az asszisztensével a játékvezetőjével, és mennyivel hátra. Sokat lesz az itt van egy fiatalna, az biztos. Gyere még, Traki! Búcsik! Bocsik, oda, Metzinger. Hát, van. Bus. Nem! Egyszer már találd el, te hülye! Térünk fordul a Berecsegi játékos, megpróbálja kihozni a labdát, ezt már hátra felé passzol. Elpörgetett labda, de még minden NBA-nél van. Juhász Tamás megy el elvédődni a bedobást. Most járt le a rendes játék időre. Vezet a Veszprém, Bucsik indítása. Ez most pontatlan volt. Ebben a pillanatban a Liga mérkőzésnek Tekintás kívülítani 6 millióra nyert a Veszprém a Nevecser ellen továbbra is megölőtte első helyét a tabellán. A Veszprémi együttes volt egy kimagasló teljesítmény a hazaiak mellett, és a Benjamin Matthi Mester 3-asnak az a klasszikus Mester 3-as. Köszönöm a figyelmüket, hogy a győztetlenül is megjelentkezünk.